sötétség, azt mondom, áldott legyen az Úr neve, áldott legyen, áldott legyen az Úr neve, áldott legyen hatalmas neve. Sziasztok, ez a Téka, az Apostol TV ifjúsági műsora. Ma a Forrásban nevű ifjúsági eukarisztikus napra kalauzolunk el titeket, amit már másodjára rendeznek meg a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való készület jegyében. Tavaly a szervezők jelentősen alábecsülték az érdeklődést, az a 2000 ember, aki még időben tudott regisztrálni, az bőven megtöltötte a MOM sportot. Idén 21-re lapot húzott Vizi Márton és csapata, és az 5000 fős befogadó képességű Bokcsarnokba hirdették meg a Forráspontot. A rendezvény gerincét a hiteles tanúságtételek és a dicsőítő zene adja. A nap zárás a szentmise és szentségimádás lesz. Megismerhetjük majd Daniel Gergő énekest, de hitéről van nekünk majd Kovács András Péter, Kazinczy Gyűrös humorista is. Tartsatok velünk! Áldom szent neve, ha éppen minden rendben megy, ha fényes az életem, áldom nevedet. Ti végig itt lesztek benne egyébként mögöttem? Úristen. Ti meg nagyon fiatalok vagytok. Mi a jeled? Úristen, meddig vagytok elengedve, vagy hogy van? Jaj, ezt azért döbbenet látni, 5000 ember. Hova lett volna Mária Magdolna és Jézus barátsága? Képzeld el. Gyere velem, nem jöhetek. De gyere, de nem én egy prostituált. De gyere, nem lehet. De igen, nem tudom, melyikőtöknek van kutyája. Ő egy kutya. Kutyamód viselkedik, de pont ezért szereted, mint egy kutya. Nincsenek ilyen párbeszédek, hogy gyere ide. Ja, nem lehet, én csak egy kutya vagyok. Gyere már ide. Nem, loncsos, lompos vagyok kicsit. Gyere ide, megdugodjaszlak, gyere. Széttéptem a papucsodat. Sőt, állítólag egyesek macskákat is szeretne. Kár, hogy Jézus korában még nem burjázott annyira a hobbi állattartás. Így nem születhettek példabeszédek a témakörbe vágóan, ezért én hoztam most egyet. Volt egy ember, úgy hívták Simeon. Bölcsember volt, és egy napon, mikor tartott haza, azt látta, hogy egy Yorkshire terrier ül a kapuja előtt. És mivel Simeon bölcsember volt, ismerte a Yorkshire terrier nevét, és nevén szólította. Kimberly. De Kimberly nem gondolta azt, hogy szólítják, Kimberly azt gondolta, hogy szidják. Hiszen már annyiszor hallotta a gazdájától. Kimberly! 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 Nem úgy, mint Bandi a dándog. És ő azonnal felelt a hívásra, még akkor is, ha Simeon azt mondta, hogy Kimberly. És Bandi boldogan, lobogó nyállal, repülő fülekkel szaladt Simeonhoz. A kérdés, vajon ki járt jobban? Kimberly a Yorkshire terrier? Bandi a dándog? Vagy Simeon a sintér? Estjeidben gyakran beszélsz vallási témákról, viszont saját hitedről viszonylag ritkán nyilatkozol meg. Nem volt ez furcsa kicsit így egyből 5000 fiatal előtt beszélni olyanról, amiről még nem igazán? Dehogy nem, rettenetesen furcsa volt, és ez nekem egy annyira intim dolog, és egy annyira belsőséges, és úgy érzem, hogy csak kettőnk Isten is az én dolga, hogy ez olyan, mint hogyha a nász éjszakámat kellett volna elmesélnem 5000 lelkes rajongó vagy hallgatónak, de hát túl vagyok a tűzkeresztségem. Mit gondolsz, mitől keresztény egy humorista? Mit tesz valakit keresztény humoristává? Hát azok az értékek, amik mentén él, amik mentén gondolkodik. A szeretet, az emberség, a másokra odafigyelés, de ezek igazából nem is keresztény értékek, ezek egyetemes emberi értékek, tehát ezt nem csak keresztényként lehetne követni, hanem szerintem minden jó érzésű embernek így kellene csinálni. Fiatalkorodban még pap is akartál lenni egy rövid ideig. Mi volt az, ami elhúzott erről? Egy idő után, én mindig is szerettem a nehezebb ellenállás fele elmozdulni, és egy idő után azt éreztem, hogy papnak menni talán még a könnyebb út. Hiszen ott az ember egy burokban tud élni, a megélhetése garantált, a lakhatása garantált, a munkája garantált, nem változik haláláig. Én pedig úgy voltam vele, hogy erősebb, keményebb küzdelmeket kell megvívnom a világban családapaként. Ezzel a lelkülettel, ha ezt komolyan akarom csinálni, és végül úgy látom, hogy így is lett.
A családoddal gyakran példálózol, a feleségedet nem zavarja ez a viszonylag nagyobb nyilvánosság? Nem, ő megmarad ilyen kalambó feleségeként, tehát hogy csak annyit mondok róla, ami bárki más feleségére is ráillene. Úgyhogy itt tulajdonképpen egyes szám első szemében, vagy többes szám első szemében beszélek mindenki családjáról, meg mindenki feleségéről. Áldom szent neved, akkor is, ha szenvedek, bár könnyek között álmodom, áldom nevedet. Szokták mondani azt, hogy jobb félni, mint megijedni. Hát én azt mondom, hogy ez nem igaz. Azt mondom, hogy ne féljünk, bízzunk Isten kegyelmében, és hogyha megijedünk, akkor higgyük el azt, hogy az ijegységünkben is ott van velünk Isten, és nem véletlen engedte ezt meg, és lássuk meg azt, hogy mi van emögött, az egész mögött, ami miatt nekünk meg kellett ijednünk. Te aerobik edző vagy. Ez nem magától értetődő, hogy egy aerobik edző keresztény. Mit szólnak a vendégeid ahhoz, hogy te magától értetődően vallod meg a hited egy edzésen? Igazából a dicsőítő edzéseim, azok külön működnek, ezek Facebookon hirdetett edzések, Full of Grace, aerobik edzés a neve, és tulajdonképpen erre az edzésre leginkább azok jönnek, akik remélhetőleg nyitottak e felé, a keresztény irányvonal felé. Konkrétan akik a dicsőítő edzésedre járnak, mondhatjuk, hogy ők nagyrészt keresztények? Igen, még sajnos nem csináltam felmérést, hogy hány százalékuk keresztény, de úgy gondolom, hogy a többség az az. Indítottál nem olyan régen egy blogot is. Mi ennek a blognak a célja? Ennek a blognak az a fő célja, hogy azokhoz is közelebb hozzam az én gondolkodásmódomat a testről, a mozgásról, a test és a lélek kapcsolatáról, az Istennel való kapcsolatról, akik nem feltétlenül hívők, illetve hívők, de esetleg nem olyan mélyen, nem gondolkoznak ilyeneken, vagy csak hogy egy általános képet mutassak arról, hogy én hogyan gondolkodom ezekről a dolgokról. Milyen visszajelzések vannak a blogodról? Jó visszajelzések jönnek róla, hál' Istennek. Azt érzem, hogy tudok olyat mondani, olyat írni, ami hiánypótló, főleg a fitness szakmában, ahol tényleg sokszor a külsőségekre mennek inkább rá, és kevesebb hangsúly van azon, amit még a mozgás tud adni. A blog címe Sweat, Struggle, Shine, azaz izzadj, küzd, ragyog. Azért ezt a címet adtam neki, mert ez a három szó összefoglalja az én hozzáállásomat a sporthoz, illetve akár az élethez is. Tényleg izzadjunk, tegyük oda magunkat, induljunk el, cselekedjünk, küzdjünk a vágyainkért, céljainkért, a változásokért, és mindeközben ne felejtsünk el ragyogni, ne felejtsük el élvezni a dolgot, és ne felejtsük el Istent is bevonni ebbe. A nap egyik tanúságtevője, díszvendége, fellépője volt az a Krisztina nővér is, aki az Olasz Voice című tehetségkutató műsor nyerteseként vált híressé. Többek között arról beszélt, hogy amikor a műsor szerkesztői fölhívták a rendházat, a főnővér óckodott tőle, hogy elengedje az akkor még igencsak fiatal Krisztina nővért, viszont rájöttek, hogy ez egy igen jó evangelizációs lehetőség, és ez, ahogy látjuk, be is vált. Ezért, kedves fiatalok, nagyon fontos, hogy értékeljük azt, amink van. Azokat a személyeket, akik az Urunk az utunkba enged, mert rajtuk keresztül ő szeret minket. Hisztek a szeretetben? Akkor soha nem szűnjetek meg szeretni, mert egyedül az igazi szeretet üdvözít minket. És te azt mondtad, az élet megy tovább.
ameddig kék az ég és zöldek még a fák, amíg az óra jár a hét határban, mindig várban új és új csodát. Aztán azt mondtad, hogy találok majd más, akivel sokkal jobban megértjük egymást, sokkal jobbat, szebbet, rendesebbet áll, mert tőled várja folytatást. A zenészek élete híresen nem az a nagyon nyugodt, unalmas történet. Hogy lehet ezt összeegyeztetni a kereszténységgel? Ez tök egyszerű a válasz, hiszel benne. És olyankor nem érdekes az, hogy a fesztiválokon teljesen más koncepció van, mint a kereszténységben. De hát igazából nincs is más koncepció, érted, hogy ez annyi, amit az előadásomban is beszéltem, hogy a legfontosabb dolog, hogy itt mi van, itt mit hiszel, és azt szerint éred az életedet, és hogyha bármiféle problémád van, vagy esetleg nem úgy viselkedtél, ahogy ez kellett volna, az valamennyire megbocsájtható, mert Isten kopog az ajtódon, és az a kérdés, hogy beengeded-e. Van-e olyan dalod, ami kifejezetten Istenhez szól? Az Őszöreg Úr című számom az arról szól, hogy a jó Isten elvitte az én nagymamámat, és erről a hármas trióról, erről a kapcsolatról, hogy lehet egy olyan dolgot megemészteni, és nem azt mondani, hogy miért velem történik ez. Nekem mamám volt az egyik legnagyobb és legjobb barátom, és nagyon nehéz volt az ő elvesztése. És ilyenkor azért elgondolkodik az ember, hogy miért velem van ez Isten, miért velem tette ezt. Most akkor nem hiszek Istenbe. És az volt egy ilyen vízválasztó pont az életemben, hogy na jó, akkor én emellett kiállok, mert mama fent van, figyel, és minden van valamiért, elfáradt, már ennyi volt az útja ebben a világban. S majd a Temze parton bérelünk szobát, és átbeszéljük ott az egész éjszakát, és az erkéről a csillagok majd úgy figyelnek rá, mint én te rá. Megérkeztünk a készület harmadik egyben utolsó évébe. Mire készülhetünk ebben az egy évben, 2020. szeptemberig a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusig? Az előkészületi harmadik év az a misszióról szól, hiszen az első két évben egyénileg és közösségileg is megerősödtünk a hitünkben, az eukarisztiával való kapcsolatunkban, és most itt az idő, hogy kilépjünk és elmondjuk a többieknek az örömhírünket, hiszen Jézus is erre hívott bennünket, hogy misszionárius tanítványok legyünk. Hogy ebben az évben erre próbálunk koncentrálni, hogy továbbadjuk az örömhírt másoknak, és nyilván meghívni sokakat, és ugyanakkor van nagyon sok gyakorlati készületünk is a kongresszusra, megnyílt a regisztráció, már külföldről és Magyarországról is jelentkeztek, ez folyamatosan nyitva lesz egészen a kongresszusig. Tavalyi forrásponton mondta Kornél atya nekünk, hogy igazából a harmadik forráspont már maga a kongresszus lesz. Ides tova egy év van hátra. Mivel készülnek a fiataloknak? Mire készüljenek a fiatalok? Az egész hétre hívjuk majd a fiatalokat, de aki csak a végére tud jönni, nekik szeretnénk egy ilyen ifjúsági eukarisztikus napokat, csütörtök estétől egészen vasárnapig, ahol nyilván részt vehetnek majd a szép szentmiséken, körmeneten, a szentségimádásokon, de lesz azon belül is egy forráspont péntek este, amikor reméljük, hogy egy még nagyobb helyen a Paplászló Arénában fogunk összegyűlni. Ugye most itt vagyunk 5000-en, ott még 10000-en elférünk, úgyhogy mindenkit várunk majd erre a szép péntek estére. Önnek mit nyújtott a készület? Eddig két éve jön a harmadik. Mivel lett több az ön élete? Én azt tapasztaltam, hogy nagyon sokakkal találkoztam az elmúlt néhány év alatt, és azt látom, hogy nagyon fontos megerősíteni a katolikus híveket az eukarisztiába vetett hitünkről, illetve nagyon sokat adott az, hogy sokakkal találkoztam, akinek az életünk megújult annak hatására is, amit próbáltunk segíteni, mint nektitkárság. Gondolok itt a Szentségimádás iskolájára, most kezdődik majd a misszió iskolája, vagy evangelizáció iskolája, aztán a mise vloggal is próbáltunk segíteni a Szentmisét jobban megérteni. Nekem ezt adta leginkább, hogy az embereknek fontos az Isten kapcsolata, és ebben segítenünk kell nekünk, hogy minél jobban, minél közelebb kerüljenek Istenhez. Nem hiányzik a plébániai közösség? Nem furcsa ez a helyzet? Nyilván más, mint egy plébániusnak a helyzete. Mi plébánosként is sok mindent csináltam mellettem, többfelé tanítottam, de ez egészen más. Itt most tényleg nagyon sokakhoz kell szólni, ugyanakkor én, mint az Emmanuel közösség tagja, van közösségem, és ezért nem vagyok egyedül abszolút, így is szolgálok templomokban, úgyhogy nem tud hiányozni, mert annyi mindennel betölti az életemet ez a készület, és a lelki és a gyakorlati előkészület, hogy
nincs idő arra, hogy hiányozzék a plébániai élet. Készülünk, de mégis hány emberre készülünk? Nagyon nehéz megtippelni, több szám van előttünk. Én több százezer emberre gondolnék egyébként. 38-ban 500 000 voltak itt a kongresszuson. Tavaly a Fülöp-szigeteken 2 000 000, előtte Dublinban 80 000. Tehát valahol a kettő között leszünk. Én azon bízom, hogy nagyon bízom benne, hogy sokan leszünk, hogy együtt tudjunk tanúságot tenni Isten szeretetéről. 3 nagy misénk is lesz igazából. A nyitó misé a Puskás stadionban, oda 65 000 férünk el első áldozással, lesz egybekötve. A parlament előtt lesz egy szent misé, utána a eukarisztikus gyertyás körmenet egészen a Hősök teréig, aztán a Hősök terén lesz majd a záró misé, oda annyian férünk el, hányan csak akarunk. Az egyház dolga mindig is az, hogy hirdesse az evangéliumot, és hirdesse minden korosztálynak. Minden korosztálynak úgy hirdesse, vagy úgy beszél az evangéliumról, hogy valahogy az az üzenet célba tudjon érni. Tehát a fiataloknak meg kell próbálnunk olyan nyelven beszélni az evangéliumról, ami kézzelfogható az ő világlátásuk, az ő élethelyzetük szemszögéből, az ő, ahogy ők élnek, ahogy ők látják a világot. Tehát ugyanaz a feladatunk, mint mindenkor aztánál az evangélium hirdetése, de meg kell találnunk mindig azokat a formákat, azt a nyelvet, ahogyan ez az üzenet célba tud érni. Maga az eukarisztikus kongresszus szervezése az eukarisztikus kongresszus, nemzetközi eukarisztikus kongresszus titkárságán zajlik. Itt a titkárságon egyre több munkatársunk van, hiszen ahogy közeledünk az eseményhez, egyre több a feladat, és ezeknek a feladatoknak a részben összefogása, természetesen ezt nem én egy személyben teszem, hanem ott vannak ebben nagyon kvalifikált munkatársak, kezdve onnan, hogy Fábri Kornél atya, hogy ennek az egész titkárságnak a titkára, aztán vannak nem pap, hanem civil munkatársaink is. Nyilván az én feladatom az, hogy próbáljam átlátni, amennyire lehetséges a különböző területeket. Nem olyan rég 1000 édesanyának misézett, holnap búcsúra megy, itt meg 5000 fiatal előtt fog szentmisét bemutatni. Mit kell máshogy csinálni egy szentmisén, úgymond, hogy az 5000 fiatalnak legyen befogadható, vagy egy egyházközösségnek? A szentmise az önmagában Jézus Krisztus kereszt áldozatának, illetve az önmagát értünk feláldozó Jézusnak a megjelenése köztünk. Ő az, aki személyesen ott van az oltáron, megjelenik a kenyér és a bor szín alatt. Ő az, aki táplál bennünket az ő igéjével, a Szentíráson keresztül, az ő testével a szent áldozásban. Tehát ez a szentmisének az alapja. Az, hogy kik a szentmisén a résztvevők, az mondjuk annyit befolyásol, hogy például milyen adott esetben a zenei stílus, de ez itt adott, hiszen itt olyan kórus, olyan zenekar van, amely olyan stílusú egyházi énekeket énekel, amely a fiatalok számára talán közelebb áll, de ugyanígy talán a homiliának, tehát a szentbeszédnek a megfogalmazása is nyilván egy célközönséghez szól, tehát ezek azok a részei a szentmisének, amelyek változnak attól függően, hogy hányan vesznek részt, illetve hogy milyen korosztály vesz részt. Az, hogy hányan vesznek részt, az pedig azt hiszem, hogy mindenki számára teremt egyfajta plusz atmoszférát. Jézus azt mondta, hogy ha 2 vagy 3 összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok, de ha több ezren gyűlünk össze, akkor az ő jelenlétét is talán bizonyos szempontból jobban meg tudjuk tapasztalni, vagy másképpen tudjuk megtapasztalni. Más egy szűk kisebb közösség szentmisének az intimitása, és más egy nagy közösség együttes imádságának az ereje. Mindegyiknek megvan a maga szépsége. Oh.
Szerintem a zene talán egy legfontosabb önkifejezési forma számomra. És hát igyekszem jó szolgálatba állítani ezt a képességet, vagy tehetséget, nem tudom, de jó Istentől kaptam. És hát és az önkifejezés az nyilván nem azt jelenti, hogy csak a saját gondolataimat fejezem ki, hanem az emberek gondolatát is igyekszem közvetíteni. Én azt vallom, hogyha akkor jön létre az embereknek a szívében és a fejében katarzis, hogyha a saját érzelmeiknek segítünk, hogy a saját érzelmeikkel találkozzanak. És ez a művészet, ez körülbelül nekem ezt jelenti leginkább. És ezek az érzelmek a szakralitásban is ugyanúgy jelen vannak, vagy a spiritualitásban. Te, mint zenész, hogyan tudsz evangelizálni? Számomra a zene az evangelizációs eszköz, illetve hát én a showbiznisz világából, a musical világából érkezem, és az egy összművészeti műfaj, és nagyon sokat tanultam ott, és amit ott tanultam, azt gondolom, hogy talán jól tudom kamatoztatni, például egy ilyen rendezvényen is, mint a Forráspont, és én azt gondolom, hogy 21. századi módon kell megszólítani a fiatalokat, hogy elérjük őket, hogy reagáljanak, hogy reakcióba lépjenek a velünk. Hogy kerültél te a Forráspont főszervezői székébe? Fábri Kornélatya fölkért rá, hogy tudva, hogy sok mindent csináltam már, ilyen produceri munkát, fölkért, hogy fogjam össze ezt a rendezvényt tavaly nyáron. És hát idén meg vagy logikus volt, hogy nagyon jól sikerült a tavalyi, és ezért ez a felkérés ismét megismétlődött. Tavaly 2000 fő töltötte meg a Momsportot, sőt, kicsit szűknek is bizonyult a hely. Idén viszont már az 5000 fős bokcsarnokban vagyunk. Miben volt más egy ennyivel nagyobb rendezvény megszervezése? Igazából részünkről nagyon nem volt más. Tehát az, hogy nagyobb a színpad, vagy nagyobb a kivetítő, vagy több fényhíd van felszerelve, az igazából egy részletkérdés. Inkább arra figyeltünk, hogy sok apróság, sok tanulság, amit a tavalyi Forráspont esetén megtapasztaltunk, azokon is még finomítsunk, még jobb legyen, még szebb, még jobban hangozzon, még nagyobb látvány legyen. Jövőre is te fogod szervezni az immár kb. 10 000 fős Budapest Sportarénában megszervezett Forráspontot? Hát, hogyha erre felkérést kapok, akkor gondolom, és a jó Isten életben tart, jó és jó egészségben megtart, akkor én nyilván szívesen vállalom ezt a feladatot. És nem csak a munka, tehát nem a munka jellege miatt, hanem sokkal inkább az evangelizáció súlya miatt. Tehát ez szerintem egy nagyon-nagyon nagy lehetőség, hogy ez mindig is vágyam volt, hogy sok embert elérjünk, sok emberrel megismertessük a Jóisten szeretetét, szavát, üzenetét, ami ugyanúgy érvényes, mint 2000 évvel ezelőtt. Zeneszerző vagy. Sok zenét komponáltál már, dalt. Van kedvenced? Hát én nagyon szeretem a profán világból a Phil Collins és például a Sting munkásságát, de mondjuk Phil Collins ez nagyon közel áll hozzám. Nagyon sokat tanultam tőle. Ez a fajta popzene, ez a kicsit intelligensnek mondható, és nagyon a harmóniára épülő, és szépen megírt dalokra épülő popzene, ez nagyon közel áll hozzám. Meghívtál, hogy vízre lépjek, hol nélküle elsüllyedek. Ebben megtalállak téged, megtart hitet. Nagy neved hívom én, és felnézek a vizek fölé. Ott látlak én, a lelkem benned megpihen. A 2019-es Forráspont a végéhez ért. A sportcsarnok már kiürült, a színpadot még bontják. A nap folyamán vallott nekünk hitéről Kovács András Péter humorista és Pullai Eszter aerobikedző is többek között.
Kérdeztük Mohos Gábor püspökatyát és Fábri Kornélt, a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus felelős püspökét és főtitkárát. Beszélgettünk Vizi Mártonnal, a Forráspont főszervezőjével, és megtudtuk, hogy jövőre már a mellettünk lévő Papp László Budapest Sportarénában lesz a Forráspont, immár a NEK keretében. A napot szentmise és egy gyönyörű szentségimádás zárta. Tartsatok velünk legközelebb is, amikor a Pécsi Katolikus Társadalmi Napokra fogunk ellátogatni. Sziasztok! Egyszer egy kis bárány gondolt egy nagyot, azt mondta magáról, én már elég nagy vagyok.